Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a Nyíklátházi Televízió nézőit, itt az adventi időszak derekán. Talán az év egyik legszebb időszaka az előttünk álló és a mögöttünk hagyott két hét, mert az év egyik legszebb és legszentebb ünnepére karácsonyt vezeti fel nekünk, a kis Jézus megszületésének időszakát. Azt gondolom, hogy ebben az évvégi rohanás, bevásárlás, ügyintézés időszakában szükség van arra, hogy egy kicsit megálljunk, egy kicsit magunkba nézzünk, és talán saját magunk belső békéjére is összpontosítsunk, hogy majd akkor ott, Szent Karácsony ünnepén, vagy talán az év összes napján megfelelő módon minőségi időt tudjunk eltölteni a számunkra legfontosabbakkal. December a számvetés időszaka is. Egy kicsit értékeljük a mögöttünk hagyott hónapokat, és előre tekintünk, célokat, vágyakat fogalmazhatunk meg. Ha az önkormányzatra gondolunk, nagyon ellenmondásosan indult az esztendő, hiszen a hatalmas nagy infláció, az energiaválság miatt a lakosságot is érintő megszorításokat és megszorító intézkedéseket kellett meghozni a képviselőtestületnek, de azt gondolom, hogy hosszú távon ez mind-mind a város érdekét szolgálta, ennek ellenére érezhetően negatív közhangulatot teremtett. A 2023-as esztendő nem a hangos beruházásoktól volt zajos, hanem pályázataink előkészítő szakasza, dokumentatív szakasza zajlott, hogy a következő esztendő, a 2024-es és a 2025-ös már a zajos és látványos beruházásokról szóljon. Bölcsödét építünk a Nyéki oldalon, ezzel is segítve a kisgyermeket nevelő családokat, zöld infrastruktúrát fejlesztünk, gyűjtőutakat újítunk fel, védőnői eszközhálózatot bővítünk, gépjárművet vásárolunk pályázati forrásból, energetikailag újítunk meg önkormányzati tulajdonú épületeket, mindezt úgy, hogy a takarékos, megfontolt gazdálkodás és kötelező önkormányzati feladatunk előtérben maradjanak, és pénzügyi egyensúlyunkat megtarthassuk. Talán itt az adventi időszakban a család örömére gondolva, a megható ünnepeket várva, vélt vagy valós sérelmeinket is letehetjük, egy kicsit magunkba fordulhatunk, és átgondolhatjuk, és végig gondolhatjuk, és gondolhatunk a mögöttünk álló esztendő legszebb pillanataira, mert azok is voltak bőven. Engedjék meg, hogy itt megragadjam az alkalmat, és megköszönjek minden jó szándékú segítséget Nyíklátháza város önkormányzatának a nevében, a vállalkozók, a segíteni akarók, a jó szándékú emberek segítségét, akiknek még mindig nagyon fontos Nyíklátháza városának fejlődése. Nagyon szépen köszönöm az önkormányzati beruházások során tapasztalt türelmet, odafigyelést és együttműködést, rendezvényeink szervezésében való önzetlen munkát. Nyíklátháza város önkormányzatának a nevében békés, boldog, meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok, erőben, egészségben és a vágyak teljesülésében gazdag, boldog új esztendőt.